Modern, családbarát szabadstrandok 192 millióból korszerűsítenek Siófokon. Születésnap 5 éves a világszínvonalú kaposvári PET központ. A bajnoki bronzmeccs után sincs pihenő, EHF kupa döntő vár a Siófok KC-re. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Modern, családbarát vizes blokkokat alakítanak ki a siófoki ezüst és aranypart szabad strandjain. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán mintegy 192 millió forintot nyert el a fejlesztésre a Balatonparti Kft. A beruházás részeként a régi, elavult zuhanyzókat és mellékhelyiségeket elbontják. A helyükre összesen 6, a kornak megfelelő vizes blokkokat alakítanak ki. Elavult csapszerkezetek és korszerűtlen mellékhelyiségek. Így néz ki jelenleg az Aranypart egyik vizes blokkja. Pintér Tamás, a Balatonparti Kft. Ügyvezetője azt mondja, ezek a körülmények méltatlanok Siófok hírnevéhez. Hát ezek már annyira nem tudják kiszolgálni azt a tömeget, amelyik megjelenik nyáron a strandjainkon, hogy ezek körülbelül 40 négyzetméteresek, és ezeket 80 négyzetméteresre tervezzük és fogjuk átalakítani. Ugye óriási hiány a szabadstrandokon, hogy nincsen a kismamáknak egy olyan helység, ahol tudnak gyermekeikről gondoskodni, akár egy pelenkázó helység. Több tízezer turista fordul meg a siófoki szabadstrandokon nyaranta. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán most elnyert 192 millió forintos fejlesztés az ő kényelmüket is szolgálja majd. 3-3 darab vizes blokkot kap az ezüstpart, az aranypart, és már a kor függvényének fog elkészülni értékmegőrzővel, babamama szobával és olyannal, hogy a gyerekek is tudjanak megfelelően az illemhelyiségben elvégezni a dolgokat, illetve mindenféleképpen tervezett az is, hogy ugye a nyárban egy nagy igény az, hogy le tudjanak tusolni akár a strandolás vagy a strandolás után, és ezek a vizes blokkok arra is alkalmasak lesznek. A vizes blokkok újjáépítése várhatóan idén novemberig készül el. Ezzel egy időben a strandok felújítása is zajlik már Siófokon. Itt látható az aranyparti szakasz kezdetén, hogy az előző turisztikai ügynökségtől származó pályázatból lévő munkálatokat már megkezdtük. Ugye itt a talajmunkákat láthatjuk és a parti sétánynak a felújítását. A siófoki önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán elnyert 305 millió forintból fejleszti a szabad strandokat. Ugye többek között a lemenő parti sétány megújítás, füvesítés, talajmunka, sporteszközök telepítése, sportpályák telepítése szerepel ebben a pályázatban. A munkálatok várhatóan júniusig tartanak majd. Az ideérkező turisták így már idén-nyáron modernebb és szebb környezetben pihenhetnek a siófoki szabadstrandokon. Orgonakrémleves, füstölt marhanyak és harcsa halászlé. Páratlan ízkavalkáddal várták az érdeklődőket a tavasz utolsó gasztropiknikén. A balatoni kör szervezésében ezúttal nem csak az étlap kapott nagy szerepet, hanem a helyszín is, hiszen idén először Szántód és Tihany között egy kompon rendezték meg a programot. Az eseményen bemutatták a Kóstolt körbe című kiadványt is, amelyben a balatoni kör étterem, borász, cukrász és pálinka főző tagjai ajánlják egymást a nagy érdeműnek. A cél, hogy a magyar tengert vonzóvá tegyék minden évszakban. Tovább járnak mától a balatoni kompok, ez is mutatja, hogy közeleg a nyár. Szántódról 6 óra 40 és 21 óra 20 perc között, Tihanyból pedig 7 óra és 21 óra 40 között 40 percenként közlekednek. A forgalomtól függően, főleg hétvégén és ünnepnapokon plusz járatok is indulhatnak. A Balatoni Hajózási ZRT egész évben üzemelteti a kompot, a járatok csak szélsőséges időjárás és kedvezőtlen jégviszonyok esetén nem indulnak. Nem sokáig ünnepelhettek a siófoki párduc lányok. A nyertes bajnoki mérkőzés után az EHF kupa döntőben kell bizonyítaniuk a hétvégén, hamarosan bepillantást nyerhetnek a felkészülésbe. 5 éve készült el és valósult meg a Kaposvári Egyetem keretei között a PET képalkotó diagnosztikai és kutatási központ. Az intézmény, amely már a Somogy megyei Kaposi Móroktató Kórház felügyelete alá tartozik, nem csak egészségügyi diagnosztikai tevékenységet végez, hanem hazai és nemzetközi együttműködéseken alapuló kutatást és több tudományterületet érintő egyetemi szintű oktatást. Az évforduló kapcsán rendeztek tudományos ülést a kórház dr. Baka József központjában. Ami Kaposváron történt, az tulajdonképpen nemzetközileg is, Magyarországon pedig egyedülállóan példaértékű.
Így értékelte a PET központ 5 évvel ezelőtti létrejöttét dr. Repa Imre, a Somogy megyei Kaposi Mórogtató Kórház stratégiai igazgatója. A 2014-ben átadott kaposvári létesítményben működő PET MR berendezés továbbra is egyedüli Magyarországon. Az intézményben OF finanszírozású PET-CT vizsgálatokat végeznek, amelyek fő célja az onkológiai betegségek diagnosztikája. Az elmúlt 5 esztendőben több mint 12 ezer ilyen vizsgálat történt. A Magyarországon elsőként, a világon pedig 41-ként telepített PET-MR képalkotó berendezésen pedig 2014 óta több mint 1600 vizsgálatot végeztek. Nem csak a világstatisztikákat vezetjük onkológiai halálozásban, hanem a korai halálozásnak is riasztóan magas a kockázata. Azt gondolom, hogy ennek a leküzdéséhez nagyon-nagyon nagy összefogásra és komplex kormányzati intézkedés csomagra van szükség. Kezdve a valódi hatékony szűrésektől, a beteg útszervezésig és a korai és kontrollált rákterápiáig. Azt gondolom, hogy amíg a meghirdetett népegészségügyi program ténylegesen elkezdődik, addig itt mi Kaposváron végezzük a dolgunkat, hiszen ezt tesszük évek óta. Mint azt a kórház főigazgatója a jubileumi tudományos ülésen elmondta, megvannak az eredményei az itt végzett munkának. A kórház onkológiai rendszere, az Onco Network nevű betegútszervező programunkkal, ami most már 11 ezer beteget ölel föl. Döbbenetes módon 2 év alatt, 3. éve olyan eredményeket tudott fölmutatni, ami ugyan még nem a tüdőrák vagy a rákhalálozás csökkentését jelzik ebben a térségben, de a túlélés növekedésére talán már van reményünk az előzetes adatok szerint, még olyan rettegett betegségek esetében is, mint a tüdőrák. Nem csak hazánkban egyedülálló a PET központ, hanem nemzetközi összehasonlításban is élen jár a PET-MR klinikai bevezetésében, mind az onkológiai, onkoradiológiai, onkohematológiai, neurológiai korfolyamatok diagnosztikája területén. A PET-MR-ben társult az MR-nek a csodálatos funkcionális szekvenciái. Ez eredmény a klinikai jelentőségben, ugyanakkor nagyon fontos a kutatásban, nem csak az onkológia számos területén, az idegtudományban, kardiológiában és a molekuláris képalkotás minden alkalmazásában alapvető képalkotás jelent. A PET központban nem csak egészségügyi diagnosztikai tevékenységet végeznek, hanem hazai és nemzetközi együttműködéseken alapuló kutatást és több tudományterületet érintő egyetemi szintű oktatás is történik. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének meghívására érkezett Kaposvárra Fritz Tamás politológus, publicista, a Civil Összefogás Fórum tagja. A politika tudós előadásában Európa keresztény gyökereiről, illetve az ezeket fenyegető történésekről is szólt a közelgő Európai Uniós választások tükrében. A május végi Európai Uniós parlamenti választások tétje óriási, emelte ki a Püspöki Székház nagytermében tartott előadásában Fritz Tamás. Hazánk és tágabb értelemben Európa keresztény szellemi és kulturális értékei forognak veszélyben. Erős liberális és globalista erők dolgoznak azon, hogy olyan multikulturális társadalmak jöjjenek létre, melyek teljesen átformálhatják az öreg kontinens. Akkor lesz majd itt megoldás, akkor lesz jövő, akkor oldjuk meg a demográfiai problémákat, akkor oldjuk meg a gazdasági problémákat, hogyha rengeteg migráns árasztja el Európát, és kialakul egy ilyen kevert fajú Európa. Na most mi keresztény emberek viszont úgy gondoljuk, hogy az már nem Európa. Tehát ha ezt ők akarják, akkor ennek annak az a vége, hogy valamifajta ilyen Eurábia, ilyen vegyes kör jön létre, ami már régen nem Európa, hanem egy ilyen zavaros identitású, sőt identitását vesztett Európa. Fritz Tamás a hazai politikai viszonyok kapcsán a következetlen, nem szuverén, sok esetben külföldről finanszírozott ellenzéki csoportosulások aknamunkájáról is beszélt. Ezek az ellenzéki csoportok már nem szuverén szereplői a politikai életnek, hanem bizonyos értelemben irányított szereplők. Ezt jól láthattuk az elmúlt hónapokban, amikor láthatóan a rombolásban voltak érdekeltek, akár a parlamentben, akár az utcán. Tehát lényegében zűrzavart és káoszt akarnak teremteni, aztán majd ezek között a körülmények között megvalósítani azokat a célokat, amiket nem ők találtak ki, hanem az ő irányítóik, a liberális globalista körök.
Az erőviszonyok kapcsán viszont látható, tette hozzá a politológus, hogy az uniós választások után nagy valószínűséggel tovább erősödnek a nemzeti keresztény szuverén pártok és az általuk vezetett országok. A Salvini féle összefogásra és a keresztény értékek mentén szerveződő európai politikai tengelyre a nagyhatalmak is egyre jobban figyelnek. Trump tanácsadói biztos, hogy jelezték, hogy az európai parlamenti választásokon neki is meg kell mutatnia Európa felé, hogy mely politikai erőkkel ért egyet, és melyekkel nem. És az eddigi hónapok, évek megmutatták, hogy Trump és Orbán Viktor gondolkodásában erős közös pontok vannak, migrációellenesség, keresztény értékek védelme, nemzettudat, ugye Amerika első, mi is azt mondjuk, hogy Magyarország első. Tehát ez a jelzés, ez szerintem a legjobb kor jött. A világpolitika színpadán a kelet-közép-európai országok kicsinek tűnhetnek. Következetes kormányzással azonban az átformálódó erőviszonyok kapcsán a jövő nyerteseivé is válhatunk, húzta alá a politológus. Az idén 98 éves korában elhunyt kaposvári fafaragóra emlékeznek a Donneri városrészben. Itt élt és alkotott Szőke István, a népművészet mestere. Munkáiból a Ripronai Múzeum szervezésében a megyei levéltár épületében nyílt kiállítás. Már a polgári iskolában megszerette a fafaragást Szőke István, akinek egész életét meghatározta az alkotás. 1968-ban megkapta a népi iparművész elismerést. A népművészet mestere címre viszont 86 éves koráig, 2007-ig várnia kellett. Idén május 9-én lett volna 98 esztendős, ezt viszont már nem érhette meg. Egykori lakóhelyén a Donneri városrészben egy kiállítással emlékeznek Pista bácsira. Nem is tudom, hogy a munkáiba kellett beleszeretni, vagy a Pista bácsiba. Nagyon nagyszerű ember volt. Világlátó, én így tapasztaltam, tehát nem csak a fafaragás kötötte le az életét és minden percét, hanem sokkal nyitottabb volt minden egyébre is. Közel 10 éves tábunk is forgatott Pista bácsinál, aki bár lassabban, de még akkor is alkotott. Népi fafaragásokat és dísztárgyakat egyaránt szívesen készített. Ő volt az utolsó tagja a nagy somogyi fafaragó generációnak, amelynek tagjai még az 50-es, 60-as években a házipari szövetkezetnél s amellett is alkottak. A házipari szövetkezetre azért jellemző volt, hogy ott azért olyan tárgyakat is már faragtattak a faragókkal, ami nem kifejezetten pásztorművészet, ugye lakáskultúra megjelent. Itt is nagyon sok olyan tárgy van, bombonier, stb., amik már akár a városi lakásokra is szántak, de természetesen azért nem akármit faraghatott. Nagyon szigorú elvárásrendszer van azzal kapcsolatban, hogy milyen motivumok, hogyan jelenhetnek meg, mennyire lehet lelakozni egy tárgyat, egyáltalán nem lehet lelakozni, mennyire mélynek kell lenni egy faragásnak, és Pista bácsi pont ebben volt tökéletes, hogy ő pont ismerte azt az arányt, amivel a hagyományos pásztorművészet azért nagyon szépen megjelenhet a lakáskultúrában. Mint mesélték, Pista bácsi nem csak munkái által vívta ki a tiszteletet. Egy nagyon fontos közösségteremtő tényező volt a megye népművészeti életében. Tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve folyamatosan szakköröket vezetett, egyesületeknek volt tagja, népművészeti közösségeknek volt az inspirálója, vezetője, faragóknak a támogatója, mentora, mestere, igazából aki érdemben, faragásban számottevő, Somogy megyében valahol mindig ő volt a mesterük. Szőke István egykori lakhelyén a kaposvári Donneri városrészben a megyei levéltárban nyílt az emlékkiállítás, amely május 22-éig látható. Már 12 éve fotózza az összes olvasópróbát, és előadást Memla úr Imre, a kaposvári Csiky Gergely Színház fővilágosítója, tárvezetője. Nem csupán megörökíti a produkciókat, hanem figyeli is az előadásokat, hogy a számára a legkülönlegesebb pillanatokat kaphassa Lencse végre. Az elmúlt 2,5 év munkáiból nyílt kiállítás a színház jelenlegi helyén Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban. A tárlat június közepéig látható. Győzelemmel zárta a K&H kézilabda liga 25. fordulóját a Siófok KC. A lányok kiegyensúlyozott játékkal 20-30 arányban verték a hazai Albafehérvár csapatát, ezzel pedig megszerezték a bajnokság harmadik helyét. A balatoni hópárducok azonban nem pihenhetnek, hiszen az EHF kupa a legfontosabb meccse vár rájuk a szezonban, most hétvégén a Dán Eisberg ellen.
Kulcsfontosságú sikert aratott szerdán a Siófoki Kézilabdaklub, amely 10 góllal győzte le a második félidőre megfáradó Albafehérvárt a női kézilabda NB1 25. fordulójában. Denisa Dedu védéseinek köszönhetően már az első félidőt is előnnyel zárta az SKC. It was a little bit hard in the beginning, I think. Összegezve a mérkőzést, nehezen lendültünk játékba. Az első félidőben nagyon sok hibát vétettünk, de a szünetben sikerült összeszednünk magunkat. Ennek köszönhetően lett aztán egy nagy arányú győzelem. Így a balatoni csapat bronzéremmel zárta a bajnokságot. A kezdeti nehézségek ellenére a csapat edzője elégedett a lányok teljesítményével. Nagyon boldog vagyok, és szerintem az egész gárda nagyon örül a bronzéremnek. Ami a mérkőzést illeti, elégedett vagyok a lányok munkájával. Nem egyszerű egy EHF kupa közepette teljesen fejben ott lenni a bajnoki mérkőzésen, de összességében szép győzelmet arattunk az Alba ellen. They deserve a lot of credit for this match because it's between two really important EHF Cup matches and it's not easy always to get your mind into. Szombaton fontos meccs vár a lányokra, hiszen a dán Eisberg ellen lépnek majd pályára az EHF kupa döntőjében. Really good team and but also I think they az Eisberg egy tipikus dán csapat, dán kézilabdát játszanak, nagyon szeretik lerohanni az ellenfelet és így ebből a helyzetből gólt szerezni. Ezt az előző meccsen is bebizonyították, ahol nagyszerű játékkal dönt Ketlenre hoztuk ki az eredményt. Mi mindenre fel vagyunk készülve, úgy érzem, hogy meg fogjuk tudni csinálni. I hope that you know we will make better game. Az előző meccsen nagy küzdelemben döntetlennel zárták a mérkőzést a siófoki hópárducok. Most szombaton hazai pályán bizonyíthatnak a lányok. Nagyon remélem, hogy mi többet tanultunk az első mérkőzésből, mint az Eisberg. Ez lehet a siker egyik kulcsa. A lányoknak fejben kell leginkább most felkészülniük. Ez nagyon kemény találkozó lesz. A finálét a Kisszilárd sportcsarnokban rendezik meg, ahol a lányokat a szurkolók is segítik majd az EHF kupa elhódításában. Az angol királyi család előtt tart lovasi jazzbemutatót Kassai Lajos. Immár 75 éves múltra tekint vissza a világhírű Royal Windsor Horse Show, ahol a lovasportok mutatkoznak be. Idén Viktória királynő születésének 200. évfordulóját ünneplik, a parádén 40 hintó, 400 ló és 500 fellépő, köztük Kassai Lajos, 5-szörös világbajnok lovasi jász és tanítványai szórakoztatják majd a közönséget. Modern, családbarát szabadstrandok 192 millióból korszerűsítenek Siófokon. Születésnap 5 éves a világszínvonalú kaposvári PET központ. A bajnoki bronzmeccs után sincs pihenő, EHF kupa döntő vár a Siófok KC-re. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára kattintva. Ma esti Miért című műsorunk vendége Polgár Tamás, a Somogy megyei levéltár igazgatója. Hétvégén változékony, csapadékos idő vár ránk, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.